Én szerintem a legszebb magyar beatzenész volt. Nekem ő a zenekaron belül a legjobb kollégám volt. Hivatkozott, hogy az Izabella utcában lakott a harmadik emeleten, és ő nem fogja a szenet még egyszer a hátán felvinni. De azt mondta, hogy jön haza, csak valahogy éreztem, hogy ez nem igaz. És ültünk a repülőn, és mindenki csak úgy hallgatott. És a Somló is hallgatott, meg a Laux is hallgatott. Én tudtam, hogy miről hallgatunk.